Már csak pár pillanat és kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Braier Péter. A Pirkadat mai vendége... Idvégi Balázs, a Párbeszéd szóvi Ó, összekeveredek. Hidvégi Balázs volt az előző vendégünk, és most következik Kanász nagy Máté, az LMP szóvívője. Szóvívők, szóvívők, pártok, pártok. Egymás után ez a reggeli csúcsforgalom. Na nézzük, Máté, én azt hittem, hogy legalább a harmadik hely lesz a tiéd a parlamentben, és akkor most nézem a lapokat, és ippek, hogy a nyolcadik helyen vagy. Hát mi ez? Jó reggelt kívánok! Hát nem éppen, hanem ez egy nagyon szép helyezés. Igazából itt ugye a, a kongresszuson én a hatodik legtöbb ö, támogatást kaptam, de ugye a de az új vagy lesz nyolc? Úgyhogy az új kezdettel jelöltjeivel kiegészült listán, illetve a nemi kvótánk érvényesítése után ez a nyolcadik hely lesz ebből, ami egy nagyon szép helyezés. És ha gender lennél, akkor most te lennél maradtál volna a hatodik helyen? Ez egy olyan kvóta, ami akár a férfiakra, akár a nőkre vonatkozik. Ez egy nagyon jó szabály, mert arról szól, hogy két azonos nemű szereplő után egy ellenkező nemű jelöltnek kell következni a Ez demokratikusnak tűnik. Ez teljesen demokratikus, és egyébként arra nagyon büszkék vagyunk, hogy a kvóta alkalmazása nélkül is igaz az az állítás, hogy az első tíz helyben öt nő és öt férfi foglal Akkor helyet. tulajdonképpen, most visszatérünk a magázódáshoz, akkor te azt elhiszed, illetve a szóvivő úr elhiszi, hogy nyolc hely az tuti van? Hát nem csak a nyolc hely a tuti, hanem itt 10x hely tuti lesz. És 10x helyen a... lehet kormányozni? Ez az eredmény arra mindenképpen elég lesz, hogy az LMP nagyon-nagyon meg fog erősödni, és nekünk valóban célunk a kormányváltás, de mi ennél tovább megyünk, mi egy korszakváltást szeretnénk elhozni. Korszakváltás az annyit jelent, hogy a jobbik egyel vagy a jobbik kettővel fognak társulni. Hát a jobbik a jelenlegi állapotában biztos, hogy nem fogunk társulni, ugyanis a jobbik azért jelenleg egy identitás zavaros párt, nem igazán tudják ők se, hogy kicsoda. Hát de hamarosan jön a jobbik kettő. A jobbik egy, ugye, a cukiság kampányjal, ahol úgy néz ki, hogy szegény elnök egyedül marad, illetve pár párfogója marad, és úgy tűnik, hogy Hamarosan jön a jobbik kettő. Nem tudjuk, és én sem tudom, hogy itt a jobbikból mi lesz, hogy kicsoda micsoda. Való igaz, hogy komoly zavarok vannak a pártban. Szóval nem elképzelhetetlen, hogy együtt fognak működni velük? Jelenlegi állapotában biztos, hogy elképzelhetetlen, mert egy ilyen zavaros hátterű, a múltját azért még nem teljesen levetköző jobbikkal mi biztos, hogy nem tudunk együttműködni. Ugyanakkor a politikában soha nem mondjuk, hogy soha, megnézzük, hogy belül. Na jó, és mi van akkor, hogyha a Fidesz meghívja magukat koalícióra, maga azt mondja, hogy nem 8, hanem legalább 16-an lesznek, akkor ez egy jó koalíciós partner is lehet magukból. A Fidesz meghívja magukat egy közös kormányzásra. Csak az itt a probléma, hogy nekünk ugye kettős célunk van, egyrészt a kormányváltás, úgy nehéz leváltani ezt a Fidesz kormányt, hogyha mi adnánk neki ugye a, parlamenti többséghez szükséges helyeket. A másik pedig a korszakváltás, ami nem elképzelhető nyilvánvaló a fidesz kdmp vel hiszen ők nagyon komoly, emblematikus figurái, jelenkori szereplői annak a korszaknak, amit szeretnénk meghaladni. Az lmp nek van is erre vonatkozólag egy. Akkor azok ezek szerint senkivel éve. nem társulnak. Kongresszusi határozata, ez arról szól, hogy jelenlegi parlamenti pártokkal nem tudjuk elképzelni a választási együttműködést. Hát társulás... és segítsen engem, én most már sikerült teljesen összekevernie. Tehát a hajótöröttek pártjainak a tagjait, azokat fölveszik, mentővet dobnak nekik, sőt, biztos helyet is biztosítanak a parlamentbe. De a hajótörött túlélőkkel azokkal nem közösülnek, azokkal nem közösködnek. Magyarázza ezt meg nekem, mert a logikámmal úgy Igen, tűnik. Én úgy gondolom, hogy azért egy... ez egy elég ö, sarkos és ö, ö, sánta megfogalmazás, o, szabad így fogalmazni. Azt kell látni, hogy az LMP egy nyitott pártá vált egyre inkább az elmúlt időszakban, és való igaz, hogy különböző oldalakról azokat a szereplőket mi be tudjuk venni, be tudjuk fogadni, akik szintén a korszakváltásért dolgoznak, és a korábbi. Hát az, MSZP nem tele van, az MSZP tele van nagyon fiatal, tehetséges politikusokkal, akik esetleg még egy kicsit zöldek is. Úgyhogy hajótörés esetén boldogan csatlakozhat. Hát nyilván ez a közt. két féle múlik, meg a politika alakulásán, hogy mi lesz ebből a folyamatból. Azt azért látni kell, hogy. Az hát ez ez ellen azért annyira nem zárkóznak el. Mi nem zárkózunk el ezzelől. Tehát aki a korszakváltásért tenni kíván, és tiszta, új szereplője a magyar politikának, ez azt jelenti, hogy az elmúlt években, az elmúlt 27 évben kormányzati felelősséget nem vállalt, azzal együtt tudunk működni. És egyébként nagyon fontos, hogy minket mindig azzal vádolnak, hogy senkivel nem közösködünk, senkivel nem működünk együtt. Hát mit ad Isten? Az LMP az első párt, aki behúzta a Mesterhármast legelőször a ellenzéki pártok közül. Ez alatt azt értem, hogy ezzel a kongresszuson felállítottuk a listánkat, megvannak az egyéni jelölteink, megvan a választási programunk, és nekünk van először szövetségesünk. Lehet, hogy azért, mert a miniszterelnök jelöltjük egy nő, ez biztos, hogy nagyon sokat segít, hogy Szél Bernadette kiváló jelölt, húzza a mi kampányunkat. Ugyan, Ugyan már jó régen van, nem, nem volt nálunk itt lenne az ideje, hogy eljöjjön és kérdéseinkre válaszoljon. Ezt az alkalmat is kihasználom, hogy újabb meghívót küldjek neki. Biztos ebben a nagy zűrzavarban most inkább a szavazatokért rohan, de higgy el, egy jó szereplés a heti tévében az többet ér, mint öt vidéki út, de ez az önök dolga akkor most eleget beszéltünk a közelgő választásokról, nézzünk egy kis atomreaktor után, mi a helyzet Paksal. Sajnos a helyzet változatlan, abból a szempontból, hogy a kormány még mindig kitart emellett a beruházás mellett. Ez az arra század... gondolt, hogy ha önök tiltakoznak, akkor azonnal abba adják? Hát ha azonnal, nem is, de idővel mindenképpen. Ez az évszázad legrosszabb üzlete, gazdasági költségvetési szempontból. A múltkor valamelyik képviselők ezt a budapest belgrádból Nem, az, a, igen, az az évszázad második legrosszabb üzlete. Tehát a legrosszabb a PAKS, ez teljesen egyértelmű. A második legrosszabb a, 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 Budapest-Belgrád. Az legalább nem veszélyes abból a szempontból, hogy a, az az egészségünket nem fogja úgy károsítani, hogy nem, ahogy túl Paks gyorsan kársít, fog menni a vonat, van. és elszédülnek az utasok. Ak akkor lehet, akkor lehet. De azért én a, én a magyar vonatokon sajnos ezt még nem tapasztalom, ezt a, ezt a gyorsaságot. Tehát akkor, és milyen alternatívájuk van Paks helyett? Mert könnyű azt mondani, hogy Paks nem jó, de nem igazán látom a tanulmányaikat, hisz önök tele vannak a hármas számú jelöltjük, vagy a negyedik. Erzsébet hányadik helyen van? Így a negyedik helyem lesz a végleges listán. Igen. Ő egy igazi környezetvédő, tehát nem látom a kidolgozott terveket, hogy akkor mit ajánlanak paksaim. Nagyon is vannak kidolgozott tervek. Azt kell látni, hogy a kormány... Ezeket tartják, nem, vagy majd... Természetesen nem. A kormány a, a 20. századba tekint vissza. A 20. század közepén, végén valóban az volt a helyzet, De. hogy... A foszilis energia hordozók, illetve az atomenergia az, ami egy ország energiaellátását tudja, tudta biztosítani. Ez a 21. században gyökeresen megváltozott, és itt olyan óriási fejlődésnek vagyunk tanúi, hogy én, amikor legközelebb bejövök ebbe a stúdióba, néhány napon, néhány héten belül, akkor már egy nagyon komoly előrelépés történik a megújuló energiahordozók terén, mert itt tényleg az a helyzet, hogy hétről hétre, hónapról hónapra jönnek ki az új fejlesztések és az új megoldások. És a jelenlegi szinten is ezekből a megújuló energiaforrásokból, a szélenergiából, a napenergiából, a geotermikus energiából, a biomasszából, ennek az országnak az energiaellátásának már több mint 50 át lehetne egyébként biztosítani, és ez a jövőben ez, ez, még nagyobb arányt fog képviselni. Tehát az alternatíva egyértelműen a megújuló energia, ami egy tiszta energia, egy biztonságos energia, és egy nagyon-nagyon olcsó energiaforrás. Nekem úgy tűnt, mintha a kormány a bányákat szeretné újra nyitni, és bányás képzéseket hirdettek országszerte. én nem igazán látom ennek az alapját, vagy hosszú távú fenntartható kifutását valójában. Sokkal inkább szükség lenne a megújuló energiaforrásokra, illetve arra, hogy az országnak az energia éjségét csillapítani lehessen. Itt nagyon egyszerű megoldásokra gondolunk, lakások, házak leszigetelésére, ami azt jelenteni, hogy itt energiahatékonyan a hőt megtartva Lehetne ezeket a háztartásokat működtetni energetikai szempontból. Sőt, a megújuló energiaforrások arra is lehetőséget adnak, például, hogyha fel lehetne szerelni a családi házakat vidéken, vagy itt Budapesten napelemekkel, nap hogy még energiát termeljünk, és a hálózatba Itt, itt van, Látja, fönt vannak a házak. Ilyen megoldásokra lenne szükség Magyarországon minél szélesebb körben, igen. Mondja, úgy néz ki, én nekem legalábbis ez a benyomásom, mintha az LMP a környezetbarátságról, a Liget programról leszállt volna, és ezt átengedte volna a régi társainak a párbeszédnek, meg az együttnek. Jól látom ezt? Én? én nem gondolom, hogy leszálltunk volna, tehát azért folyamatosan napirenden De van tudom, ez. Tudom, másul mit... vették volna, már nem tüntetnek, már nem beszélnek róla. Ilyen időszakban a télen valóban nehéz utcai akciókat szervezni. Uh, azért hozzáteszem, hogy az LMP az egyetlen párt, aki kint van az utcákon. Ugye a Blahalúza rendezvény után múlt héten a szélkámán téren voltunk, ezen a héten a Deák Ferenc téren fogunk uh, egy komoly demonstrációt tartani. A liget kapcsán itt a jogi mi, lehetőséget... Mi lesz a célja a demonstrációnak? A demonstráció célja, hogy kimenjünk az emberek közé, és személyesen, személyes kapcsolatokat teremtve és is... És Mikulás ajándékot fognak nekik igen, ez is előfordulhat, igen, Mikulás közelettével, igen. És ha kormányra kerülnének, akkor leállítanák a Liget programot? Természetesen. Tehát ez egy, szintén egy káros beruházás. Mi egy olyan szerepet szánnánk a városligetnek, ami egy zöld felület, egy zöld terület, rekreációs célokat szolgál. Én azt gondolom, hogy. De én jelenlegi... megnéztem a liget programot, Na, több lesz a zöld felület, mint ma. De ez egy átverés. Tehát ugye itt hozzászámolják azt is, hogy a, a, az óriási múzeumok, épületek tetejére kilak, kiraknak néhány cserjét, meg kaktuszt, és ez is zöld felületnek számít. Ez a valóságban hát, nem a kaktusz, működik. Ez nem pontosan javítja a levegőt, de hát. Igen, tehát, zöld, hogy, zöld. tehát a Városligetet eredeti funkciójában kellene megtartani, ez a városnak a tüdeje. De, de valamit kell, úgyutani, hogy hagyjunk maguk után. Hát elődeink megépítették a parlamentet, Vajdaúnyádvárát, Széchenyi fürdőt, a múzeumokat, Nem kéne, hogy mi is hát után. hát Ez egy nagyon fontos kérdés, mert én azt gondolom, hogy a kormány politikáját nagyban ez motiválja, hogy nekik ilyen kisebb érzésük van folyamatosan, még mind a mai napig, és ezt próbálják azzal a hogy ők bizony valamilyen nyomot akarnak hagyni az országon, fizikai nyomot. Nem az emberekkel, nem a társadalommal foglalkoznak, nem az oktatás, az egészségügy, a bérhelyzet javítása a céljuk, hanem az, hogy itt óriási épületeket felhúzzanak, és akkor el lehet majd mondani száz év múlva, hogy Orbán Viktor felépítette a városligetet, beköltözött a várba, új atomerőművet adott Magyarországnak. Ők ezzel akarnak bekerülni a történelmi könyvekbe. Ez a 19. század, 20. század gondolkodás, ez nem egy 20, 21. századi felfogás. Önök nem azon gondolkoznak, hogy alkossanak valamit, és bejussanak minél nagyobb számba a parlamentbe? Az, hogy bejussunk a parlamentbe, az egy eszköze annak valóban, hogy minél nagyobbat alkossunk, de mi nem a fizikai környezet szétrombolásával, újjáalkotásával szeretnénk ezt megvalósítani. És itt akár ha már környezetvédelmi, természetvédelmi kérdésekről beszéltünk, ott van a római part, hanem azzal, hogy ezt a társadalmat végre a humán tőkéjét fejlesszük, beruházunk, mindenkinek esélyt adjunk, hogy álmai célja, Mit tesz az LMP azért, hogy a hármas metró felújításánál az akadálymentesítés megtörténjen, és az idősödő társadalom, fogyatékosok, kismamák, Idős emberek közlekedni tudjanak kedvükre. Mi voltunk az elsők, akik erre felhívtuk a figyelmet, hogy egy olyan beruházás, felújítás készül, ahol teljesen kihagyják a, ezeket a szempontokat, hogy mi lesz a kerekesszékkel, közlekedőkkel, kismamákkal, ö, idős emberekkel. Ez a beruházás már elindult, de én nagyon remélem azt, hogy utólag lehet korrigálni ezeket a megoldásokat, és valóban akadálymentesíteni ezt a metrót. Azért a 21. században, 2000 ben Tüntetéseket nem láttam az önök plakátjait, elmény. hogy részt vettek volna. Mely tüntetésekre gondolok? Amit a metróállomásokon a fogyatékosok és az idősek szerveznek. Ott voltunk korábban, tehát ö, ott voltunk, és mi is ezért petíciót gyűjtöttünk, aláírás gyűjtöttünk, Tarlus, tarlus Istvánhoz fordultunk, számon kértük. Úgy látszik, hogy... Elfáradtak? Ahogy... Nem, mi nem fáradtunk el, mi továbbra is folytatjuk ezt a kampányt, de még egyszer ez a beruházás elindult, és én azt gondolom, hogy csak utólag lehet majd ezt korrigálni. Kedves nézőim, az elmúlt negyed órában Kanász Nagy Máté, az LMP szóvivője volt stúdiónk vendége, aki, hogyha a helyzet nem változik, akkor a listán a nyolcadik helyen van. Döntsék el önök, hogy bejebb kerül-e a vagy maradt szóvivő. És akkor most következik Franz Magdolna a Babylon kiadótól, mi micsoda Budapest könyvet fogjuk bemutatni. Tartsanak továbbra is velünk, és legközelebb itt folytatjuk. Köszönöm szépen!